A labdarúgó NB3 nyugati csoportjának 5. fordulójában a Kelenesztét fogadta hazai pályán az Eto Akadémia, ahol mindjárt a 4. percben megszerezhettük volna a vezetést. Egy remek indítás követően Huszár ugrott ki a Les határon, nem az ittszerben, a kapusba lőtt, 2 perccel később viszont már sikerült megszerezni a vezetést, ezúttal Huszár indította Hanslit, aki a menteni igyekvő Köcsét egy szép csellel átverte, majd a hálóba gurított. A 12. percben pedig már megdupláztuk az előnyünket, egy kapu előtti kavarodás után Laca kotorta közelről a hálóba a labdát. Egy remek lövés jött ezután, Huszár próbálkozott távolról, ballábas lövése nem sokkal szállt el a kapu fölött. 32. percben aztán szépítettek a vendégek, Pintér lőtt messziről, méghozzá a jobb alsó sarokba, 2-1. Pár perccel később egy újabb nagy lehetőség adódott a Kelen SC előtt. Borbé ment el a jobb oldalon, lerázta a védőjét, majd a centerezése után Tímári fordult a kapura az ötösön, ám a lövés a kapufáról jött ki. Az 54. percben Olács jelezgetett, Sebőkön már túljutott, de ketten ott voltak az ötösön belül, és végül Urblik mentett a gólvonalról. Lehetett volna újra 2 gólos az előnyünk, Tóth pontos passza után Huszár került zicserbe, ám a 67. percben a kapus védeni tudott. Aztán a 82. percben egyenlített a Kelem, miután büntetőhöz jutott. Borbé volt az ítélet végrehajtó, aki a kapu bal oldalába lőtt, 2-2. Megnyerhettük volna a meccset, de a hajrában Wingler került lövőhelyzetbe, Köcse azonban óriásit védett, sőt, volt még egy büntetőnk is a végén, Huszárt ugyanis az alapvonalnál szabálytalanul állították meg, így az Eto is rukatott egy 11-est, a sértett azonban ezt méterekkel a kapu fölé bombázta. Maradt így a 2-2, de volt még egy vendéghelyzet is, Német lövését Sebők tornázta ki, így akadémistáink ismét döntetlent játszottak.